A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnokát 2011-ben újították fel. Azóta viseli az egykori testnevelő Karászi Imre nevét. Munkássága előtti tisztelgés jelképeként rendezik meg azóta is az ő nevét viselő futballtornát. Idősebb Karászi Imréről nevezték el ezt az emléktornát. Sajnos 2011-ben itt hagyott bennünket, az én testnevelőm is nagyon sokunké, és ezt a csarnokot munkahelyén használta, mint ahogy mi is, és akkor jött az ötlet, hogy legyen egy csarnokavató, és utána ez a 9, tehát összesen 10 Karászi Imre emléktorna volt eddig, és 6 csapat részével szokott ez ellenni, 2-3-as csoportban, körmeccs, és utána pedig a helyosztók. Nagyon komolyan veszik, sőt volt egy vándorsellag, az már tavaly előtt elvitték a mágocsiak, az 3-szor nyerték meg hozzá, mi egyszer nyertünk 16-ban, és most sikerült utolsót megnyernünk. Aztán hol így, hol úgy voltak a győztes csapatok, de az emléksellag, a vándorsellag az a mágocsi, de mindenki kapott mindenki serleget az első 3 helyezett minden évben, és is a Karászi Imre az édesapja tiszteletére, gondolom az emléklapot láttátok, azt minden résztvevő kap egy ilyet emlékbe, hogy ezen a tornán részt vett. Első helyezett lett a belvárosi iskola, a mi iskolánk, második nagy küzdelemben a Vásárodombó, harmadik Mágocs, és negyedik pedig a Kisgimi, tehát a Ígyes Gyula gimnázium, ötödik pedig a Gárdonyi. Dombóvár város önkormányzatának támogatása mellett a kupa védnöke ifjabb Karászi Imre biztosítja minden évben a díjakat. Az egyik legfontosabb, hogy például Dombóvára ő hozta be a kézilabdát, ugye most nem arról szólt, elsősorban kézilabdaedző volt, aztán nagyon később ilyen atletikai és labdarúgóedző, ami talán a legnagyobb nyomot hagyott bennem, hogy az egész pályafutását tornaterem nélkül végezte. Többek között engem is tanított, nem egy hálás dolog, mert nem kivételezett velem, duplán kellett teljesítenem, és itt az Rényi iskola folyosóin tanultam meg én is a szekrényugrást, meg az egyéb dolgokat, ami ilyen téli sportnak számított a torna részt tekintve. És hát úgy is lehetett elérni eredményeket, mivel én is testnevelő tanár lettem. Számos neves sportoló útja indult Dombóvárról, akikre méltán büszke a város. Hát Dombóvár város számára roppant fontos az, hogy akik itt éltek és itt tevékenykedtek, és a róluk elnevezett emléktornákat megtartjuk. Azt gondolom, hogy a mai világban a mi fiataljainknak úgy tudunk igazán példát mutatni, hogyha olyan személyeket állítunk elők példának, akik tényleg maradandót alkottak és tettek azért, hogy akár a testnevelésben, akár a sport bármilyen területén, hiszen a mai nap is a városnak kiemelt fontos tevékenysége az, hogy a sportot támogassa, és az ilyen tornáknak a szervezését népszerűsítse, és amilyen lehetőségei vannak, mindenféle anyagi meg egyéb támogatást hozzá tudjon tenni, úgyhogy szerintem ez roppant fontos, és bízunk benne, hogy a következő években is, ahogy Buzánszky Jenőről is van labdarúgó tornánk, úgy Karászi Imréről is van, és szerintem ezek a hagyományaink, ezek a további években is nagyon fontos szerepet fognak betölteni a gyerekek, mind a városi rendezvények sorában. A csapatok számára a díjakat Pintér Szilárd polgármester, ifjabb Karászi Imre és Tárnok Zoltán sportreferens adták át.